Szerbusz, Marikám, én vagyok az. Te, én most úgy ki vagyok idegileg, hogy amúgy bent lennék, de mivel az idegeim ki vannak, így én is kim vagyok velük. Mi? Hogy miért vagyok ki idegileg? Hát most mondom, hogy azért, mert az idegeim ki vannak, azt kigyüttem hozzájuk, hogy ne legyenek egyedül, no. Meg hát azért is, mert hogy ma van a gyereknap. Az alapjáraton szeretem én a gyerekeket, érted-e? Sőt, még a helyi járaton is, főleg akkor, amikor a templomos barátnőimmel versenyzünk, hogy kinek hány unokája, meg dédunokája van, olyankor még kevésnek is tűnnek, bezzeg ilyenkor gyereknapkor, amikor mindegyiknek venni kell valami szívszar, hát olyan sokan vannak, mint kínai boltban az ócó 1500. Hát tavaly, mire az összes unokámnak, dédunokámnak megvettem a gyereknapi ajándékot, addigra megint született két dédunokám, úgyhogy én rágyüttem, hogy szerintem ezek az ajándékok miatt szaporodnak, te. Hát amúgy is olyan hálátlanok ezek a gyerekek. Hát múltkor a dédunokám, a Lacika olyat mondott, hogy komolyan mondom, én nem csodálkozok, hogy a papa iszik. Mert hogy kérdeztem tőle, hogy mit tanultatok az óvodába. Azt mondja, hogy gólya-gólya girice, mit ő véres a lába. No, mondom, egész izgalmasan kezdődik a történet, ebből biztos, hogy lesz valami szaftos pletyka. Erre úgy folytatta, hogy török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítsa. Hát mekkora hülyeség már ez, Marikám, mert hogy a törökök ilyet nem csinálnak, mert hogy a Szulejmán óta tudjuk, hogy a törökök nagyon rendesek. Hát olyan rendesek, hogy a Larfotya mellett a Szulejmán a másik nagy szerelmem. Hát nekem a Szulejmánból soha nem elég, mert amikor vége van a Szulejmának, akkor én mindig azt kajabálom, hogy Szulej, még, ennyi nem elég. Meg hát úgy hazudoznak ezek a gyerekek, Marikám, mint a folyóvíz, a vízfolyásba vagy hún. Hát mert hogy kérdeztem a dédunokámat, a Lacikát, hogy mi volt még az óvodába. Azt mondja, hogy Katarinka száján gyűnnek a törökök. Az hazudott, mert hogy én reggeltől estig kim voltam a kapuba, de nem, hogy nem gyűttek a törökök, Marikám, még csak nem is mentek. Meg hát akkor is hazudott ez a gyerek, amikor azt mondta, hogy címosztica haj, hová lett a vaj, ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj. Egyből rohantam be is be a kamrába, seprűvel, hogy adok én annak a rodék macskának, hogy rájár a vajamra. De nem, hogy a vaj érintetlen volt, Marikám, még csak a macskánk se volt ott. Mondjuk azon csodálkoztam is volna, mert hogy nincsen is macskánk. Mi? Hogy mióta nincsen macskánk? Hát tegnap óta. Mi? Hogy mi lett vele? Hát csak az, hogy tegnap 12 év után kiderült a perzsa macskánkról, hogy pekingi palotapincsi. Azt mi nem vettük észre, hogy nem perzsa, hanem pekingi, mert hogy ezek a külföldiek olyan egyformák. Meg hát ő se tudott szólni, mert hogy ő pekingi, azt nem tud magyarul, azt nem tudta mondani, hogy nem perzsa vagyok. Érted? De amúgy is csodálkoztam, hogy ez a macska állandóan ugatott a kapuba. De hát én úgy voltam vele, hogy ez olyan okos macska, hogy tud kutyául. Meg hát állandóan kergette, hajtotta itt a környékbeli macskákat, de hát úgy voltam vele, hogy hát kandúros pitykészhetnék-e van állandóan. Na de jó van, Marikám, most már leteszlek, mint a mocsok gizi férje, a Feri is letett a boldog életreményéről, mikor azt a mocsok gizit elvette feleségű, azt felveszek valamit, azt elmenek a boltba, azt veszek ennek, ezeknek a gyerekeknek gyereknapra valami mocsingot, vagy nem tudom mit te. Mi? Hogy pünkös van, az két napig nincsen bolt. Jaj, hát köszönöm a jó hit, Marika, a jó Isten áldjon meg ezen a hírét, minden jó van, hát nem marad a nyugdíjamból egy csomó píz, te. Úgyhogy én most nem is a templomhoz megyek hálát adni, hanem a bótho, a zárva tábla elé, jaj, na, jó legyél, szevasz, na. Papa, most már nekem is töltsél valamit, képzeld már, hogy két napig nincsen bót, mert hogy pünkös van, nem csak gyereknapra. Ja, mi? Hogy mit kapnak majd a gyerekek gyereknapra? Jó szól, annyit, hogy boldog gyereknapot kívánok mindenkinek, az kész. Jaj, jaj.